Ma a Nabukó próbáján vagyunk, az első zenekaros nagyszínpadi főpróbán. Próbálunk ezerrel. Hogy mindenki beére, időben ére be, megvan-e a kellék, működnek-e a színpadi dolgok. És a kosztüm az mindig rásegít a figurára. Próbák alatt fejlődik, vagy alakul ki egy karakter, ül be a torokba egy szerep. Annyira komolyan veszem, mint egy előadást. És igazából élvezzük az egészet. Verdi Nabukkója fordulópont volt a zeneszerző életében. Imádom Verdit, imádom Verdit. Az első, igazán elsőprő sikert ezzel a művével aratta. Verdi 1842-ben ezt a csodálatos művet megírta. Verdi 27 évesen elhatározta, többet nem ír operát. Szakmai és magánéleti mélyponton volt. A Bünkösdi Királyság című vígoperája megbukott, majd eltemette két kisgyermekét, nem sokkal később pedig feleségét is. Tehát olyan előzményekkel indult itt, hogy tele volt feszültséggel, aggodalommal, és egy olyan művet talált Temisztokles Szoléra szövegkönyvében, és itt kezdődik a dolognak a hallatlan, óriási dimenziója, hogy egy keresztény katolikus Olaszországban kísérlet történik a kereszténység és a zsidó hit valamilyen szinten történ egyesítésére. Az opera középpontjában egy történelmi korszakváltás áll. Megváltoznak az értékrendek, más összefüggések irányítják az életet, mint korábban. Leigázók és leigázottak konfliktusának keresztüzében egy családi dráma bontakozik ki, melyben az olasz mester zenéje a legszélesebb érzelmi skálán vezeti végig a nézőt. A történetet Keselyák Gergely rendezése kiemeli a bibliai korból és kozmikusabb térbe és időbe helyezi. Itt például egy hatalmas, gyönyörű gömböt látunk, ami a hatalmat szimbolizálja, a hívságot. Hatalomnak a jelképe vagyunk mi, és ezzel a gömbbel mozgunk, folyamatosan improvizálunk. Van egy tengely, ami a királyi páholytól vezet egészen hátrafelé. Ez a Nabukkó útja, először ott jelenik meg, és azt szimbolizálja, hogy mekkora utat tesz meg, míg végre eljut Istenhez. Aztán közben itt a földi dolgok keresztbe történnek. Nabukkó a csúcson kezdi, ő király, a világura. Ebből ő leszáll a pokol mélyére. Ellentétes, és majd fölemelkedik, és egy pozitív figurába alakul. Nabukkó szerepét Kálmendi Mihály formálja meg. Egyben hadvezér, egyben apa, egyben majd megtért király. A zenei ív az mindig ilyen, de a lelkiségét figyelve a figurának, magasson le, és majd fel. Ez benne a rendkívüli. Fenina szólamát Gál Erika. Szemléletet és ez alapján, vagy ennek következtében hitet is vált, és elfogadja az Istent, mint egyetlent és követendő eszmét. Abigélét Sümegi Eszter énekli. Verdit megérintette a libretto erős bibliai története, mely zenéje mélységében is megmutatkozik. ...1842 tavaszán már egész Milánó a Vapenziérót, a szabadság kórusaként is emlegetett részletet dúdolta. A világon mindenhol ennek a darabnak különösen nagy sikere van, és különösen olyan húrokat pendít meg a hazáról, és az otthonról, és a vágyakozásról, ami szinte egyedülálló. A zenei mélység Nabukkó imáját is átszövi. A megnyílt tudat visszacsatolódik ahhoz a örök és igaz forráshoz, a legszebb szavakkal, a
legtartottabb magasztalással az Istenhez, és ezt Verdi egy csodálatos F-durárjába írta meg, ami a hangnemet talán soha nem is használ többet. Nabucco nem csak az Isten hitről, hanem az egymásba vetett hitről is szól. Verdinek az operái nagy része abszolút tanító jellegű. Istent imádva, királyok királya leszel, hangzik el az opera utolsó sorában.